Június másodikán térnek vissza az iskolába a végzős osztályok tanulói. A többi diák online tanul tovább, a tanévet pedig befejezik, hangsúlyozta Monika Aniszi, oktatási tárcavezető. A végzős évfolyamok a június 2 -a és 12-e közötti időszakban visszatérhetnek az iskolákba gyakorolni a vizsgákra. A diákok biztonsága érdekében óvintézkedéseket hoznak, a fertőtlenített tantermekben legfeljebb 10 tanuló tartózkodhat egyszerre a távolságtartás szabályait betartva. Azok a 8 illetve a 12 es diákok számára, akik valamilyen egészségügyi problémával küzdködnek, vagy a koronavírus fertőzés veszélyének kitett családtagjaik vannak, opcionális a részvétel a felkészítőkön. A tanév végéig egyébként online zajlik az oktatás, és azokról a diákokról, akiknek nincs lehetőségük a digitális oktatásra, az iskolák és a tanfelügyelőségek gondoskodnak. A diákok évvégi átlagát legkevesebb két osztályzatból számítják ki, a második félévi dolgozatírások pedig elmaradnak. A különleges helyzetekről például, ha egy diáknak ennél kevesebb jegye van, a minisztérium külön rendelkezik majd. Az oktatási miniszter hozzátette, az idén nem adott tananyagot a következő tanévben pótolják be. A képességvizsga június 15-én kezdődik, az érettségi pedig 22-én. Utóbbi esetében először az írásbeliket szervezik, meg majd a szóbeli. A pontos vizsgarendet a későbbiekben közlik. Az egyetemek folytatják az online oktatást, és a vizsgáztatás is interneten zajlik.